Éjjel-nappal programsorozat keretében Takácsné Kékes Szabó Diana plakát kiállításának megnyitóján. Köszöntünk körünkben Darabos József urat, Szabadszállásváros polgármesterét, a képviselőtestület tagjait, az intézmények és civil szervezetek vezetőit és minden kedves vendégünket. A Kultúrházak éjjel-nappal programot 14 évvel ezelőtt indította útjára a Magyar Népművelők Egyesülete azzal a céllal, hogy minél többen legyenek részesei a közművelődési intézmények által nyújtott kulturális sokszínűségnek. A programsorozat idei jelmondata: minden nap értéket adunk. Felkérem Bugyi Andrásné AMK igazgatóasszonyt a kiállítás megnyitására. Nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt. Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat a kiállítás megnyitójára. Már hagyományá vált, hogy minden évben lehetőséget biztosítunk azon helyi tehetséges fiatalaink számára, aki különleges képességeik birtokában kitűnnek társaik közül, és ezt a tehetséget szeretnék megmutatni a közönségnek is. A mai plakátkiállítás megálmodóját és készítőjét, Takácsné Kékes Szabó Diánát szeretném bemutatni önöknek. Engedjék meg, hogy egy személyes jellegű kötődéssel kezdjem. Diával az ismerettségünk még 27 évvel ezelőtt, 1993. szeptember 15-én kezdődött. Ezen a napon érkezett az óvodai csoportomba egy pici, törékeny, szöszke kislány, és az óvodai 3 évét együtt töltöttük. Külön öröm számomra, hogy én lehetek, aki megnyitja első önálló kiállítását, hiszen nincs is annál nagyobb öröm, mint látni a gyermekeink cseperedését, fejlődését, amint felnőtté, tehetséges alkotóvá válnak. Középiskolai tanulmányait Kecskeméten végezte. A Katedra Gimnázium informatikai és művészeti szakközépiskola képzőgrafikus szakán végzett. Kiemelt tantárgyai voltak a számítógépes grafika, művészettörténet, rajz és vizuális kultúra. 2015 májusától a József Attila Közösségi Házban médiatechnikusként dolgozik. A kiállított alkotások alapján elmondhatja magáról, hogy a hobbim a szakmám. Ami persze nem könnyű szakma. Nagyon sokrétű tevékenység, hiszen információ és anyaggyűjtést kell végezni, terveket, vázlatokat készíteni, grafikai programokat és eszközöket kezelni, kép- és szövegszerkesztési munkát végezni, hasznosítani manuális rajzi és illusztrációs tudását. Munkája és alkotásai során folyamatosan keresi az új módszereket, kreatív, dinamikus megvalósítási lehetőségeket, és ezeket, mint láthatjuk, beépíti alkotásaiba. 2015. júliusában a Városi Napok keretében megrendezésre kerülő szabadszállási összművészeti kiállításon már képviseltette magát akkor gyönyörű ceruzarajzokkal. A mai első önálló kiállítása plakátokból áll. Mi is a plakát? Nagyméretű, nyomdailag sokszorosított hirdetmény, az írott reklámok közül a legelterjedtebb. A magyar plakáttörténet első darabjaként Benczúr Gyulának az 1885-ös országos kiállításra készült Faragaszát tartják számon, tehát már 135 éves múltra tekint vissza. Felhasználási területe szerint megkülönböztetünk kereskedelmi, kulturális és politikai plakátot. A mai kiállított darabok a kulturális kategóriába tartoznak. Itt különösen nagy szerepet kap a szöveg, mert néhány szóval nehéz feltüntetni az adott eseményről minden tudnivalót. A rajz rendszerint illusztratív jellegű, amely konkrétan vagy szimbolikusan kapcsolódik az adott témához. A plakátnak a szemlélőre gyakorolt hatásánál három mozzanat különböztethető meg, amely a gyakorlatban természetesen alig választható szét. Ez a figyelemfelkeltés, a megértés és a meggyőzés. Legelső és legfontosabb tényező, hogy a plakát felhívja magára a figyelmet. Mint ahogyan láthatjuk, a figyelemfelkeltésnél lényeges a kompozíció lehatároltsága, a megfelelő színek használata, valamint a formák ritmusa. A megértésnél fontos szempont, hogy egyből áttekinthető legyen. A harmadik, fontos szintén a meggyőzés. A jó plakát azonnal elmondja, hogy mit akar. Még akkor is, ha csak csupán egy futópillantást vetünk rá.
A rövid szöveg azért előnyös, mert a kép megpillantásával szinte egy időben olvasható is. A plakátok mellett egy pár celluzarajz is kiállításra került, közülük vannak olyanok, amit a plakátkészítés során is felhasznált. Az alkotó legnagyobb díja a jól végzett munka öröme, nekünk nézőknek pedig a kiállítás és a plakátok rajzok által bemutatott világ. Külön büszkeséggel tölthet el bennünket, hogy helyi tehetséges alkotó munkáit láthatjuk. A helyben szabad szálláson maradó tehetséges fiatalokra nagy szüksége van a városnak, hiszen a fejlődéshez, a fennmaradáshoz ez nélkülözhetetlen. Befejezésként Tamási Árontól idéznék. A madárnak szárnya van és szabadsága, az embernek pedig egyetlen szülőföldje és sok kötelessége. Nem is lehetünk más célra ebben az életben, mint hogy megismerjünk mindent, amennyire lehetséges, és amikor mindent megismertünk, amennyire lehetséges, akkor visszamenjünk oda, ahol otthon lehetünk. Kérem, hogy fogadják szeretettel díja kiállítását, és jó szórakozást kívánok a hátterében. Kérem, engedjék meg, hogy köszönetünket fejezzük ki Takácsné, Kékes-Szabó Diánának és Bugyi Andrásnénak. Felkérem Darabos József polgármester urat, adja át a virágcsokrokat. Köszönjük szépen, hogy munkát a kedves vendégeink! A megnyitó véget ért, programunk 6 órakor a nagy teremben egy színi előadással folytatódik, melyre szeretettel várjuk Önöket. Kérem, tekintsék meg a kiállítást!